tetszett a videó, akkor légy szíves, nyomd rá egy lájkot, ezzel támogatsz engem, és hamarabb fog kijönni a következő rész. Üdvözlök mindenkit, Kornelf vagyok, ez pedig ismételten az Ork Must Die. Folytassuk is a játékot. Na. Ja, tényleg bár csak fejlesztés. Nem tudom, én ezt akarom fejleszteni? Hát nagyon nem akarom. Mindegy, gúj az Overpassra, és megkaptuk a barikádot. Ez arra jó, hogy elbarikádozza a orkokat, kivéve az erősebbeket. Az ogrékra gondolok, meg arra azokra a farkas micsodákra már, de tényleg úgy nézik, mint a farkasok. Azok átmennek rajta, hogy széttörik, vagy ilyesmi. De az átlag ogrék úgy megakadnak előtte, és nem bírnak átmenni rajta. Így, ha például két felől támadnak, akkor könnyedén el lehet őket terelni az egyik oldalra. És akkor nem is okoznak már annyi problémát. Nem kell mindkét oldalról védeni, csak egy vonalban kell védeni, de brutálisan. Presszolni két. Oké. Rendben. Na, ez például egy olyan pálya, ahol két felől jönnek majd. Ah, kobold. Na, mi de? Rendben. A barikádokat szerintem el is helyezem. Hát ide helyezem el, mivel azok a kis tutykok, tudjátok, azok a nagyon gyorsak erről jönnének, aztán meg visszafordulnak, az időt nyerek. És itt az idő, az sokat ér. Rendben, azt hiszem elsőre még nem azok jönnek. Ja, igen, mellesleg megemlíteném a portálokat. Ezek ugyebár a térképen most kettő portál látható nálam. Ez egyik az itt van, másik pedig ott bent. És hát így át lehet menni rajtuk, és felgyorsítják a közlekedést. Mi a franc van veled, ember? Beesett oda, és lesz túlélte. Na, ne szívass. Szétmarja a bőrödet, vagy mi a francot csinál. Hopp, hopp. Ezeknek nem szükséges headshot, mert egy lövésből megvannak. Rendben, nagy szünet. Oké. Engedjük is ki őket. És már arra is mennek. Azokkal per pillanat nem fogunk foglalkozni nagyon. Következő nagy szünetben a barikádokat áthelyezem. Majd ide átteszem őket.
Ki? Aha, most jönnek olyan gyors kis szutykok, legalábbis azok mozognak ilyen gyorsan. Vagy nem? Nem, nem jönnek. Wow. Wow, most... Ez a cool, hogy mindenki erre jön. Jó, akkor játszunk Darálló bácsisat. Istenem, ezt nagyon beszívtam. Nem ide kéne őket. Gyorsan feltöltöm a HP-t. Azt szerintem ez nem lesz szölt kaponyás, mert egy kicsit el van húzva az idő. Azért kellett volna már az elején is oda tenni a barikádokat. Épp ezért, mert a hatalmas nagy időkésések lesznek, mert hát ezek itt maradnak, nem jönnek a nagy darálásba, külön oda kell menni. Idő, idő, idő. Az időre meg pedig szükség van. Rendben, azok a gyorsát helyezzük akkor. És akkor már csak mindenki erre tud jönni, mivel már ott az elején is meglátják, hogy ott a barikád, azt nem mennek el egészen a hídnak, még az egésznek a végéig, aztán kiderítik, hogy hoppá, ott. Oké. Hát itt a rendszer eléggé egyszerű. Az jó, felfejlesztem mocsarat, mivel hát olyan színen beleragadnak. Már itt. Hogy ott még a íjászok is levadásszák őket, a csapdák, meg te is ráadásul. Itt már mindenki egyből a nagy darálóba megy. Húsfeldolgozó üzem. Benn. Hát igen, itt már elég sokan vannak így. Ó, ezek a kis szutykak is vannak. Jó, van, kicsit bedaráljuk már őket. Menni azt a védjed. Most ide. HP töltés, jó. Ez az maxa, megnyertük, mégiscsak időben voltunk. Halleluja! És kaptuk az öt koponyát. Statisztikákat. Fú, az 9 másodpercen múlott. Azért ezt befigyel. Mondjuk, ha az elején is oda teszem a barikádokat, akkor lazán meg lett volna. Na, ez a rúgósabb ilyen. Annyira... Nem használom az ilyenfajta csapdákat, van egy csomó csapda, amit a büdös jelben nem is fogok használni. Olyan szinten fölösleges. A kedvenc csapdám az pedig egy ilyen... Hát úgy félig mindig kedvencem az a gombák. Így ha belemegy egy bármilyen ellenség, akkor az általában te oldaladra is megöli a társait. És nekem egyszer egy páncírozott ogre csinálta ezt, tehát fú, az a legerősebb az egész játékban. És mazán... Hát ez durván, mint 3-4 paladin egyszerre. Szóval az azért odaver, de van csak egy sima kis orkok, azt akkor neki mennek. Tehát ez szerencsefüggő. Hát sokat elhelyezel belőle akkor.
Rendben, nézzük csak milyen taktikánk lehet. Aha! Barikátra szükségem van. Nem tudom, hát akkor... Ez szól csapda. Nem, itt a portálokkal elég könnyen közlekedhetünk. Az ijaszokat pedig elhelyezzük. Nem ide, hanem ott a kezdőhelynél valamerre. Rendben. Oké. Daráljuk ám őket. Headshot. Nem, de most erről jönnek, hát egyértelmű. Headshot, headshot! Egy kis szünet. Most már mindkét helyről jön. Ó, oh, nem, még csak arról jönnek mindig. Ajaj! Ja tényleg, a következő ha ezzel végeztünk, akkor kapunk egy nagy, nagy szünetet. És akkor azzal feltöltöm a HP-t, elhelyezem az útcsapdákat, és ezután már mindkét oldalról fognak jönni. Egyik oldalt mondjuk ezt brutálisan felerősítem, és akkor itt már nem is kell nekem mennem. Aha, most is van nagy szünet. Dűk korkok. Rendben. Oké. Na. Ja. Ó, a tököm ágya meg ogre. Ujjajaj! Ennek kéne a headshotokat osztogatni. Igen, erről az ogréről beszéltem. Na, ezt nem állítom. Kérem, a másik oldalon is akkor ogrék vannak per pill. Amit nem volt ogre. Hú, ennek a srácnak olyan beszólásai vannak. Egy kis ajándék neked, egy neked, és egy neked. Igen, egy kis ajándék csapda. Ó, most arról jön az ogre. V
vigyázni kell az orkkal, vagy ogréval. Távolról, lassú, viszont ha közel jön, akkor lerohan. Jó, van ez a hely. Fel is van erősítve, már teljesen. Legalább nem kell ott lennem azt a kó. Ezeket meg amúgy is leintézem. Mellesre majd várható az Assassin's Creed videók is, az Assassin's Creed Brotherhood. Egyelőre még azért tapasztalom kifele a játékot. Az már a fontos dolgok megvannak, de néhány dolgot még azért gyorsan megtanulok majd még. Tehát szerintem először kijátszom, csak aztán fogom majd bemutatni, mert hát egyértelmű, hogy jól van. Ugyanti, elmentek már. Meglátszik, hogy a másik oldalon nézitek a térképet, még eddig se jutottak el. Csak most fognak mindjárt. Na, most sem már. Egyetlen egy darab. Tovább jutott, de azt is leosztottuk. Ment szerintem. Ez az oldal már nem is lett szinte erősebb. Fú, a nyílt csapdák, lassításom, mindenet, akkor... Na, ezen is nagyon picit turbozunk. Ha esetleg átmennénk valahova máshova, vagy életet töltenénk. Kioktatva. Ha nem tudom, valaki mindig diszlájkolja a videónyat, hát én is kaptam akkor egy ilyen gyereket, aki mindig gondolja, hogy áj, de jó, hogy diszlájkolni kell. Mondjuk, ha annyira nem tetszik neki, akkor ne nézze. Ennyit tudom ajánlani. Mondjuk szerintem többségben vannak azok, akik szerint jók a videón, szóval valószínűleg van, tudom meg ez a Multimax-szal, így mondja, hogy mekkora kopi vagyok, mert most mit tudom én, valamit kopintottam leki róla, azt hiszem az izére mondta, hogy is hívják rá már. Arról, hogy lájkoljátok be a videót is, hamarabb jön a kövi rész. Fingom nincs, én nem nézem leki videóit, fogja fel. Hát egy azért, jó, elmennek a videói, tehát nem mondom azt, hogy világ legrosszabb, de... Sok ilyen tapasztalatom, hogy nagy képviselőt, nem videóban, azon kívül. Egyszer mondtam, hát annyira nem... Kicsit kintebb jöttem egyből. Egyszer mondtam neki, hogy annyira nem jók a videói, szóval vegyen vissza egy kicsit. Azonnal letiltott. Na jó, ezért nem nézem inkább őt. Oké. Okay. Inkább ilyen lucky témában nem is keveredek bele, mert nagyon sokan szeretik, hogy elnézem, de... Egyedül maradtam nagyjából, tehát nem akarom fikázni meg semmi, mert... Elért valamit. Hopp. A finál harc. Jól van. Hát persze, hogy jön egy ogre. Ugyan, na látjátok, lerohant, bekábít. És egy kettőt-hármat beléd is üt. Jó. Jó, van, vigyázni kell nagyon vele. Hát nézek ma más oldalra is, hogy itt mi a helyzet. Ó, az ogre kinyírva jól van, akkor nincsen már semmi gond. Gyors vissza. Oké, gyors a másik oldalra. Nagy az már elintézi.
Ja, ez az maxet teljesítettük megint. És szerintem ez a rész ennyi lett volna, pont olyan 20 perces. Hát így azon, hogy már egyre hosszabbak a pályák, és akkor... Azért várni kell egy kicsit. Ó, így azt kicsit feltoljuk. Champion most már 500-ba kerül is sokkal erősebb lesz. Ennek köszönöm a figyelmet. Ez a videó annyi lett volna, a következő részben találkozunk, addig is, sziasztok!